Már hagyomány, hogy névadójuk tiszteletére egy egész hetes rendezvénysorozatot szerveznek a Feszti Árpád általános iskolában. Játékos, logikai csapatversenyek, sport és tanulmányi versenyek kaptak helyet a programok között. Ógyallára is ellátogattak a szintén Feszti Árpád nevét viselő testvériskolájukba. A Feszti hetet karácsonyi ünnepséggel zárják. A rendezvényen Feszti Zsuzsa, a Feszti család tagja is részt vett. Minden évben rajzpályázatot hirdetünk, az idén a Természetképekben címmel hirdettük meg a város és a város környéki iskolák számára a rajzpályázatot, az ő díjazásukra kerül most sor. Minden évben meghirdetjük a Feszti történelmi pályázatot, a gyerekek szülői segítséggel, tanári segítséggel zseniális alkotásokat hoznak létre, valóban múzeumban vagy könyvtárba kívánkozna, érdemes volna kiállítani ezeket, mert nagyon sok munkája van benne a gyerekeknek, ezeknek a díjazása következik. Illetve 1990-ben, amikor az elődeink, a nagy elődeink létrehozták a Feszti Alapítványt, akkor úgy döntöttek, hogy díjazzuk a legkiválóbbakat különböző kategóriákban, magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret, sport és művészetek kategóriában díjazzuk a legkiválóbb tanulóinkat. Természetesen ez 8. osztályban csúcsosodik ki, ahol a Feszti díjat kapják a gyerekek, és nem Feszti oklevelet, ami az első helyes esetében pénzjutalommal jár, a második, harmadik hely esetében tárgyjutalmat kapnak a gyerekek. Az ünnepségen Feszti Árpád emléktábláját is megkoszorúzták, majd karácsonyi műsorral folytatódott a program. A tanári kar egy karácsonyi dalt adott elő a gyerekek nagy örömére.